Piros-fehér-zöld ünnepre hangoló kézműves szombatot szervezett a Nagybányai Teleki Magyar Ház március 9-én. A gyermekek nagy lelkesedéssel és rendkívül ügyesen kokárdákat, nagyon szép magyar színekben tündöklő karkötőket készítettek, gyöngyből, filcből különböző kitűzhető virágokat és huszárfejet, huszártasakokat és lófejet. Fazekas Katalin, Fekete Melinda, Laurán Ibolya, Molnár Judit és Várvédő Emő oktatók irányításával. Hát úgy, hogy takarjad azért a lyukat is. Nem tudod, mutatom most neked is. Erre kell nagyon vigyázni, mert nagyon göböződik a cérna. Tessék, na vedd át tőlem és csináljad. Ezt fogd oda. Na, most mutatom neked. Itten kokárdát készítenek. Elég egyszerű. Levágunk két egyforma méretű pántlikát, és az egyiknek a szélét körbevarjuk, meghúzzuk, eldolgozzuk, és utána rákerül a második darab. Kb. Ennyi, nem nehéz. Nem nehéz. Tessék. Na látod? És akkor te varrod. Most már tovább te varrod, igen? Oda rögzíted szépen a... Úgy. Igen, átszúrod onnan, és átjössz ide. Szeretnél te is készíteni? Március. Hát a magyarok ünnepét, hogy szabadok lettünk meg. Itt lovaska készül. Most egyszer megszőjük a testét, utána aztán a sörényre, tehát így. Tud, így az alsó, szépen át. Szarvacskán átteszed, tehát ez így könnyen én magam. Igen, és akkor ezt átrakod. Figyelj arra, hogy ne menjen le a szem, le a semmi. Ha leesik kellettem, akkor szóljál, mert horgulat jól vissza. Kell mondod kicsit végre. Jó, így. Köszönöm. A lovacska készül, hogy előbb elkészítjük szarvacskán a testrészét, utána horgolótűvel vagy tűvel a sörényét, felvarjuk a szemet, két gyöngy szemet, felvarunk, és legvégül pedig a kantátusát vettük. Ügyesen csinálják a gyermek? Igen, igen, ügyesen. Ügyesen, még a kicsit is törekeztek. Ügyesen készül.
jelent neked március 15? Hát egy fontos ünnepet, mert én szeretek magyarnak lenni, és nagyon fontos, hogy 1848-ban igaz, elveszítettük a csatát, de attól még örülök, hogy ünnepeljük ezt a napot. Mi készül? Egy huszárt készítünk papírzacskóból és színes papírokból. Csákódísszel, nagy bajuszú huszár. Van? Hát kis karkötőt csinálunk, ilyen kis fehér-piros, vagyis piros-fehér-zölddel, és nagyon szép, mutatós, és a gyerekek meg szeretik, úgy látszik, mert már csináltak. Na, ügyesen működik minden itten. Na lássam csak, Ákos, ha csak ide, hogy látsz. We'll be right back.
készül? Hát itt a nemzeti ünnepre hangolódva piros-fehér-zöld díszeket készítünk. Ilyen huszár, ilyen kis szívecske, piros-fehér-zöld virág. Ki mit szeretne? És ki lehet tűzni majd a ruhára. Kitűzhetik a gyerekek a ruhára. Na most össze kell állítsuk. Ez lesz itt a huszárnak a...